1988-at írtunk, amikor az első Ercole Spada rajzolt a Fiat Tipo megjelent, és egy évvel később, 89-ben el is nyerte az év autója díjat Európában. A modell aztán a Fiat egyik legsikeresebb típusa lett, 6 éves gyártási ciklusa alatt 2 milliót készítettek el belőle Cassinóban. A sztorinak aztán 1995-ben lett vége, és aztán tavaly a Fiat újra megalkotta a Tipót, de az alapkoncepción nem változtattak, továbbra is egy mindenki által elérhető, de jól felszerelt autót dobnak piacra. Hogy mennyire igaz ez a megalapítás, azt megpróbáljuk mai tesztünkkel kideríteni. Milyen kívülről? Az új Fiat Tipo semmiben nem hasonlít, de még csak nem is emlékeztet az eredetire. Még a karosszéria formájában sem, mivel az új ötajtós kivitelű. Az autó tekintete kellően morcos, igényes megoldása a hűtőrács, szaggatott króm csíkos dizájnja, és a kötvényszórók is szépen illeszkednek a formatervbe. A motorháztető közepén egy domborítás fut végig, amelynek inverze a tetőn is folytatódik, bár a fehér fényezés miatt itt ez most kevésbé látszódik. A Tipo oldalán az első lámpát a hátsóval összekötő fényárnyék vonal húzódik, ebből nőnek ki a kilincsek, az ablakok alján pedig chrome léc fut végig. A határozó télek mellé jól áll az Opening Edition 17-szoros két tónusú alufelnie is. A hátsó traktus hasonlóan morcoska, mint az orr, a lámpák P betűt formáz valaki egy kicsit hasonlít a Grande Punto logójára. A két lámpatestet egy szintén chrome csík köti össze, amely magában rejti a csomagtér fedél nyitóját is. Szerencsére a Tipo formája összességében nagyon harmonikus, nem érződik rajta, hogy kényszerből nagy izzadva rajzoltak lábputtonyt, nem úgy, mint az elődeinél. Milyen belülről? A volánhoz ülve kellemes atmoszféra fogad, a kormány jó fogású, kellően vaskos és jó tömésű, az ülések pedig a kategóriához képest elég kényelmesek, és ráadásul még oldaltartásuk is van. Ahogy a külső, úgy a belső is új korszakot nyit a Fiatnál, ezért sok új megoldással találkozhatunk. Lettek új kaligráfiájú műszerek, egy monokrom központi kijelző, ami meglepően sok adatot árul el a Tipóról, de az Alfa Romeo Giulietta-ból származó klímakonzolt itt is elsütötték. Tárolórekeszből jutott az ajtókra, a kézifék mellé és a sebességváltó elé is, illetve a klasszikus kesztyűtartó is rendelkezésünkre áll. De a legtöbb hely az 520 literes csomagtartóban van, ami akkora, hogy egy embert is könnyedén képes elnyelni. A hátsó sorban a lábtér elegendő, de a fejtér 180 cm fölött némileg korlátozott, van viszont pohártartós középső könyöklő is cserébe. Az Opening Edition részeként 4 millió forintért kapunk egyebek mellett navigációval is felvértezett Uconnect központi egységet, bőr multikormányt és váltót. És ezen a felszereltségi szinten ezért a pénzért még tolatókamerát is kapunk a Tipónkba. Milyen vezetni? Városban a Fiat Tipo nagyon otthonosan tud mozogni, annak ellenére, hogy azért eléggé hosszú. Ez több dolognak köszönhető egyszerre. Az egyik az az, hogy a fordulóköre az a kormány átételezése miatt viszonylag kicsi, és a kormányon ugye minden Fiatban megtalálható City gombbal még tudunk könnyíteni, tehát a szervó elsegítés az sokkal nagyobb ilyenkor, és ez nagyon meg tudja könnyíteni a manőverezést, főleg egy parkoláskor. Sőt, ebben a Uconnectben már megoldották azt is, hogy a kormánynak a tekerésére a vonalak, amik segítenek nekünk a parkolásban, a radarképen, vagy a kameraképen, azok fordulnak. Desktopokban a Fiatnak az 1,7 literes 16 szelepes Fire motorja dolgozik 95 lóerővel. Ez még egy régebbi vágású motor, tehát ebben még nincsen turbó, úgyhogy egy kicsit régi módibb megközelítést kíván. Ezt a motort ezt pörgetni kell. Emiatt viszont a fogyasztása városban fel tud szökni, most éppen 10 literes fogyasztással járunk el, és mondjuk ebben sok volt a dugó, de ez, hogyha kivisszük városból, akkor sem biztos, hogy lemegy 8 liter alá. Ez a motor egyébként ugyanaz, mint ami a Panda 100 HP-ban, illetve a Grande Puntokban is elérhető volt. Ebbe az autóban én egy kicsit kevésnek érzem, már csak azért is, mert most benyomott klímával megyünk a városban, és az egy dolog, hogy felnyomta a fogyasztást, de igen, ezt pörgetni kell ezt a motort ahhoz, hogy bármi történjen. A Fiat Tipónak a futóműve egy igazi családi autós futómű. Nem túl feszes, viszont dölöngélni sem dölöngél, tehát nyilván nem ezzel fogjuk a hegyi szerpentineket betámadni, ebben tuti biztos vagyok, viszont autópályázásnál sem fog dülöngélni és nem fog bizonytalankodni,
Szóval ez egy tényleg egy igazi arany középút, a tökéletes megoldás egy családi autóhoz. A tipó sebességváltója is egy tipikus családi autós váltó. Rosszabbul nem lehet rá, mert nagyon pontos, meg nagyon jól lehet kapcsolgatni, nem talál vele félre az ember. Egy kicsit járhatna rövidebb úton, mint amin egyébként jár, de nem az az álomváltó, amire mindenki vágyik. Ez is egy olyan nagyon-nagyon jó kis kompromisszum. Az ülés pozíció és az ülések a tipóban ugyanolyanok, mint a futómű meg a váltó. Hogy teljesen jó családoknak, illetve normál használathoz. Nem ez az az ülés, aminek olyan oldaltartása van, hogy ki nem esünk belőle még a legdurvább szerpentinen sem, viszont normál használat mellé nagyon-nagyon kényelmes, és ami nagyon meglepő volt, hogy ezzel a felszereltségi szinttel van benne elektromos deréktámasz. Nem lenne igazi családi autó a Fiat Tipo, hogyha nem lenne irgalmatlan nagy hely benne. Hátul két nagyobb vagy három kisebb gyerek bőven elfér, a csomagtartó meg akkora, hogy ez egy dolog, hogy engem elnyel, de hogy gyakorlatilag egy egész család két-három hetes nyaralására az összes tucat bringástól, babakocsistól, mindenestől együtt egyszerűen képes elnyelni. Városból kiérve az 1.4-es 16 szelepes motornak az ereje, illetve annak a hiánya, az sajnos még jobban kiéleződik. Egy emelkedő szakaszon például elég rendesen meg kell taposni ahhoz, hogy bármi történjen. Ebből el tudom képzelni, hogyha meg van pakolva az autó, és mondjuk az érzi emelkedőn megpróbálunk előzni, hát az abszolút felejtős, tehát akkor éppen, hogy csak nem lassul az autó, de gyorsulni biztosan nem gyorsul. Egy dízel tényleg jobb választás lesz majd ide, mert azért a nyomatékból valószínűleg többet tud majd az autó, mint ez az 1.4-es 16 szelepes. Egyébként a futómű, meg az autónak a kormányzása, a visszacsatolása a kormányra az egy kicsit erősebb, tehát ez nem egy teljesen érzéketlen kormány, ami abból a szempontból nagyon jó, hogy meg tudjuk érezni jól az út hibákat, az út egyenletlenségeket, és tényleg az az érzése az embernek, hogy nem egy leszigetelt bádogdobozban van, hanem tényleg kap visszacsatolást az útról, úgyhogy akik szeretik ezeket a jeleket fogni és érezni az autót, azoknak ez egy nagyon-nagyon jó hír. Megéri az árát? Az Egyesült Államokban, ahova a Fiat szépen lassan visszatér, van a Fiatnak egy alternatív feloldása. Ez a Fix It Again Tony, tehát javítsd meg újra Tony. Viszont ezek a Fiatok már régen nem azok a Fiatok. Nix többé előítélet, nix többé rohadó karosszéria. A Fiat ezzel a tipóval egy nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon jó felszerelt autót dobott piacra.